Nagyon komoly bajba kerülhet Janka, amennyiben ezt a futamot most nem nyeri meg, hiszen vezet méghozzá 3-2-re, Iza egyetlen egy pontra van attól, hogy megnyerje ezt a párbajt, és ebben az esetben ugye ő az, aki itt maradhat az All-Star évadban, és folytathatja a döntő hetében is, Jankának pedig ebben az esetben mennie kell. De hát ismerjük Jankát, tudjuk a képességeit, láttuk például a Dorka elleni párbaj során, hogy micsoda hátrányból képes volt visszakapaszkodni és megnyerni a legutóbbi párbaját. Úgyhogy jöjjön tehát ez a nagyon-nagyon fontos futam Iza és Janka között. Felkészülni 3, 2, 1! El is indult a két lány, Janka és Iza, a két harmadik évados versenyző. Ugye mind a ketten egyszerre szerepeltek itt az Exatlonban, a harmadik évadban, és akkor bizony a döntő szakaszba egyikük sem tudott bejutni, most egyikük biztos, hogy befog. De vajon ki? Egyelőre jobb a helyzete Izának, hiszen ahogyan mondtam, 3-2-re vezet, és már csak egy pont kell neki ahhoz, hogy meglegyen ez a bizonyos győzelem itt a párbaj során. Zsinórban 3 pontot kellene szereznie Jankának, ugye, hiszen egy medálja is van Izának ahhoz, hogy ezt innen meg tudja fordítani, meg sikerüljön megfordítani. Ez piszok nehéz feladat Jankának, de hát ha valakinek nem lehetetlen, akkor az pont ő. Na nézzük az építgetést, megvan Izának a kék sor. Most egyelőre próbálkozik Janka is a kékkel, de ott egy pici elakadása volt. Iza pedig készen van, már is kezdheti majd a karikadobásokat. Na nézzük az elsőt, az nem jó, levágódik, Janka is megérkezik. Egy találata van Izának, egy találatnyira van attól, hogy megcsinálja és megnyeri ezt a párbajt. Egyelőre nem sikerül neki. Nézzük Jankát, tud-e zárkózni, nagyon kellene egy találat, meg is van az az egy találat. Viszont Izának most megint lehetősége van lezárni, és le is zárja! A párbaj győztese, Iza! Jankának véget ért az All-Star évad. Fogjuk még, most csinálnak egy gyerekt. Később.
Bömbezítettek át a bömbben. Fú, de is meg.